Magyarországon az elmúlt években, minden esztendőben egyre többen döntenek úgy, hogy kimondják szerelmüknek a boldogító igent. Az igazi értelme, célja az életnek valójában a család, a házasság, a gyermekek, ez az, amiben igazán ki tudunk teljesedni. Magyarországon tavaly több mint 67 ezer pár házasodott össze, ez éves bontásban 1991 óta a legmagasabb szám. A növekvő tendenciát Bátaszéken is érzékelik. 2018-tól néztük vissza konkrétan számszerűen az adatokat. 2018-ban 33 házasságkötés volt Bátaszéken, 2019-ben és 20-ban mind a két évben 37 házasságkötés volt. Az idei évben eddig négy házasságkötésre került sor. Hétvégén kezdődik az idén már 14. alkalommal megszervezett házasság hete nevű országos programsorozat, aminek a célja felhívni a figyelmet a házasság és a család értékeire. Szexárdon például jegyeseknek szóló misével, online és személyesen is kitölthető szerelmi vízzel és családi szurdik is készülnek. 13-án néhány család, de egy családokkal külön, tehát nem együtt, ugye figyelünk a törvényre, meg a szabályokra, hogy mennek egy ilyen túrára, hogy együtt lesznek a gyerekekkel, egy-egy család, és akkor itt nem tudom hány méterenként, de nem hiszem, hogy túl sokan lesznek, de azért egy páran akarnak egy kicsit így együtt lenni, de nem családok együtt, és messze jól látják a többieket. A vasárnap kezdődő házasság hetére Tolna egy több településén is készülnek a plébániák, a legtöbb helyen szerelmeseknek szóló szentmisékkel és különböző párkapcsolati kvízekkel.